Hát jó reggelt kívánok, jó reggelt magyarok, üdvözlök mindenkit szeretettel, ezen a borzongató nyálas reggelen, a nyálas nyúlós az úr, amikor itt szétkenődik a tájban, meg beszivárog az ember csontjaival, hát mit nem mondjak, nem fog tőle rögőre, amúgy semmilyen formában, amúgy is. Igen, intenzív fázásban vagyok. Na de hát, ilyen az ősz, és minél tovább jutunk benne, annál közelebb jutunk a nyárhoz. Leszámítva a magyar parlamentarizmus, de hát erről én mindjárt beszélek Hargitay Miklóssal. A mai Népszavát szeretném a figyelmükbe ajánlani, meg majd kirakok egy jó reggelit, kirakok majd egy videót, most láttam, csak már nem értem rá, és nem tudtam oda tenni, hogy hogyan is megy már technológiailag, már milyen messzire jutott a vidéki kilakoltatás. Ma megjelennek a dömperek, a munkagépek, és együtt bontják a házat. De hívjuk akkor most Hargitay Miklós. Az én telefonszámom az pedig 30-177-86-59, 30-177-86-59, és akkor a Hargitay Miklós. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a kötött fogás tegnapi adása megtalálható már a Facebookon. Illusztris vendégek voltak, ugye volt Vona Gábor, volt Lampi Ági, baromi jól éreztem magam dobben, akiben egy filozófus lélek veszett el mostanában. Halló! Szevasz Miklós, Csintalan Sándor! Szervusz, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Te hogy ébredtél ebben a nyálas nyúlós azurban, rémes? Hát én nem szoktam magamnak föltenni ezt a kérdést, hogy most hogy ébredtem, el kell indítani a gyerekeket az iskolába, aztán ha már úgyis fönn van az ember, akkor meg eljön dolgozni. Hát ezt valamikor, amikor ilyen fiatal és bohó fiatal ember voltam, mint te, én is pont így csináltam. És jó is volt, nagyon élveztem a reggeli rohanásokat. Na, Miklós, jellemző ez a cím a cím oldalon, értelemszerűen a Népszavában, blokkolja a kormány a parlamentet. Most már azt a kérdést kéne föltennünk, és akkor magához a témához is már a tárgyhoz, amit blokkolt a parlament. Igazából most már a bizottságok sem működnek. Egyáltalán semmilyen parlamenti kontrollja a kormányzati munkának nem működik. Ugye volt korábban egy cikk, ami leírta azt, hogy ilyen arányban elfogadni a parlament a kormányzati kezdeményezésű törvényjavaslatokat csak egy pártrendszerekben vagy nyílt diktatúrákba szokta, mint Magyarországon. Nyilván ez a kétharmadnak is a sajátja, de az, hogy a törvény írott betűje ellenére a miniszter megteheti, a költségvetésért felelős miniszter, hogy nem megy el a parlamenti szakbizottságnak a meghallgatására, és a kormánypárt politikusa pedig leírhatja azt egy levélben, hogy a kormánytöbbség nem kívánja a határozott képességet megteremteni, miközben a házszabály szerint ez egyébként a kormánytöbbségnek a feladata. Ez meg egy nyílt obstrukció, ami hát általában mondjuk az ellenzék fegyvertárában szokott lenni, de egy kétharmados kormánytöbbségnek mi szüksége van arra, hogy obstruáljon. Egyáltalán mi történt volna, hogyha Varga Mihály elmegy a parlamenti bizottság elé, föltettek volna neki néhány kérdést az elszállt költségvetéssel kapcsolatban, és akkor mi van, majd a ország kétharmada úgyse fog róla értesülni, mert csak a kormány média jut el hozzájuk, és ha értesül róla, akkor se történik semmi. Szóval se a jelenséget nem értem, se a kockázatot, se azt, hogy mitől félnek. Igen, szóval, hogy tudják, hölgyeim és uraim, Varga Mihálynak be kellett volna számolnia a gazdasági stabilitásról szóló törvény előírásai szerint,
a gazdasági bizottságnak is, és úgy döntöttek, hogy Varga Mihály nem fárasztja magát ezzel. Melyik az a bizottság, amelyik még egyáltalán adott esetben határozatképes vagy működőképes, ha egyáltalán összejön? Ugye ma még a Honvédelmi Bizottságnak van ülése, hát erre is nagyon nagyobb összeggel merek fogadni, hogy csak egyetlen napirendet fognak megtárgyalni a közbeszerzésekre vonatkozó kormányzati előterjesztést, és az összes többi ellenzéki napirendet és egyéb javaslatot nyilvánvalóan nem fogják megtárgyalni, és le fogják venni a napirendről. Úgyhogy tényleg lassan föl kellene tenni azt a kérdést, hát legalábbis az ellenzéknek föl kéne tennie azt a kérdést, hogy na szóval akkor most mit keresünk mi itt? Most túl a fizetésen. Hát a választópolgárnak is föl kéne, tehát a parlament az, azért az egy nagyon drága dolog, tehát a parlamenti képviselőknek is sokat fizetünk, de az még a legolcsóbb része, tehát itt fent kell tartani egy épületet, egy irodahálózatot, egy hatalmas szakszemélyzetet, ezeket az embereket etetni kell, ugye aki étkezett már a parlament vagy a képviselői irodaház éttermében, az tudja, hogy ott viszonylag jó a koszt, és hát, hogy mondjam, békebeli árak vannak, tehát azért ahhoz is hozzájárulnak az adófizetők. Tehát ez egy nagyon drága dolog, de hogyha valójában semmit nem csinál, és úgyis mindig az történik, amit a kormány előír és megrendel, akkor ezt az egész drága dolgot nem kellene fenntartani, mert sokkal olcsóbban kijönnénk. Jó, Miklós, azért rezsiköltség akkor is volna, mert talán nem az a legnagyobb költség, hogy az ellenzéki képviselőkbe járnak a parlamentbe. Igazság szerint most azon merengtem, tényleg én már nem is emlékszem, én a 8 év alatt egyszer se ebédeltem a parlamentben, ez tény. Egyetlen egyszer se. De nem is ez a nagy kérdés, hogy, hanem az, hogy mondjuk adott esetben egy olyan gesztussal, hogy nem vesznék részt ebben a hókamókában, ez valami, vajon fölhívná-e bármire a választópolgár figyelmét, vagy nem azt a reakciót váltaná pusztán csak ki, hogy fogom magam, és akkor legyintek egyet, mint választópolgár, mert hát jó, hát édes mindegy, hogy kik ülnek, és meg mit csinálnak. Igen, hát erről ugye még a szakértőknek, a nagyon okos szakértőknek a véleménye is megosztik. A választások előtt szoktak ezen így elmorfondírozni, hogy érdemes ebbe a bohozatba még ellenzéki pártként részt venni, és nagyjából olyan 50-50 százalék a megoszlása, mert azt mondják, hogy ha nem veszünk részt, akkor tulajdonképpen azt demonstráljuk, hogy parlamentáris eszközökkel ez a kormány, vagy ez a kormánytöbbség nem váltható le, de akkor csak egy mondatnak az egyik felét mondtuk ki, mert ez hozzátartozik a másik felele is, hogy akkor viszont mi a teendő, elfogadjuk, hogy az életünket a Fidesz uralma alatt fogjuk leélni, vagy, és erről vagyra általában már nem szoktak válaszolni, és akkor így marad minden a régiben, de ez meg egy vicc, tehát komolyan, hogyha hoznak ők saját maguk egy törvényt, ami előírja, hogy mi a teendője a miniszternek, milyen függelmi viszony van a parlament meg a kormány között, stb. És ők maguk nagy ívbe tesznek a saját maguk által elfogadott törvényre, akkor egy idő múlva tényleg fel kell tenni a kérdést, hogy miért elmennek az egésznek. De ez az idő szerintem most kezd azért aktuálisra válni. Szeretném megegyezni a hallgatóság számára, hogy ugye szoktunk itten balkánozni, Magyarország már Balkán. Őszinte szóval nem tudom, hogy nem fognak-e lassan nekiállni magyarozni ebben az értelemben, hogy magyarosodik Balkán, vagy bármi, amit negatív jelzővel akarok illetni. Tudnék, azért hagyj húzzam alá, hogy egy, az, hogy Makedóniában megváltozott a rendszer, ami egyébként Orbán klón volt, vagy sok tekintetben meg is előzte azt a rendszert, amit itt Orbánisztánként tudunk prezentálni. Ott például volt az ellenzéknek, a ma kormányon lévő ellenzéknek egy olyan életszakasza, amikor egyébként ők bojkottálták a parlamentet. Nem mellékesen volt három hős, amit hagy emlegessek állandóan, amikor csak előkerül, aki szembeszállt a hatalommal. És most meg aztán tényleg itt, ebből a szempontból teljesen
abszurd a helyzet. Én még egy dolgot szeretnék ide említeni, amit ti megírtatok nagyon szépen és érzékletesen. Amúgy is gyakorlat persze, ugye, hogy nem a kormány terjeszt elő törvényjavaslatokat, ugye, és itt legújabban a Kósa Szatmári törvényjavaslatot hagy említsem meg, ami semmi másra nem irányul, csak és kizárólag arra, hogy a magyar munkavállaló még durvábban és lényegében korlátlanul kizsákmányolható legyen. Ez szerintem a nap fő híre igazából, mert hogy egyrészt a túróra és szabadidő elszámolást kiterjeszti 3 évre. Tehát említsük még egyszer ide, itt van a 7. oldalon a cikketek, Varga Dóra, említsük meg a kitűnő előterjesztőket, Szatmári Kristóf és Kósa Lajos. Egyébként ez is olyan érdekes, hogy ezeket a leghaszontalanabb, leglinkebb figurákat, a leginkább, hát hogy is mondjam, presszionálható, megfogható figurákkal terjesztették elő ezeket a törvényeket. Nevezetesen, hogy valamikor még 2010 előtt 2 hónapon belül kellett elszámolni a szabadidővel és a túlórával. Néhány évre 1 évre emelték, de most pedig felemelték 3 évre. Azon kívül be kell érniük az egyenlőtlen munkaidőbeosztásban lévőknek, több műszakos munkarendben foglalkoztatottaknak azt, hogy havonta 1 munkaszüneti napjuk legyen. 4 hétig végül is reggeltől estig munkára lehetnek kötelezni az embereket, és emiatt a 3 éves elszámolás miatt lehet olyan, hogy érezzék, kedves népek, hogy valaki 2,5 évig túlórára köteleznek, és majd utána kapja meg az ellentételezést. Ez egy olyan barbár, brutális rabszolgatörvény. Remélem sokan szavaznak ezek közül, az érintettek közül a Fideszre. Igen, és hát ez több irányba is messzire vezet. Egyrészt ugye, tehát nem véletlenül vannak azért a civilizált világban úgy megszabva a munkaidő beosztásra vonatkozó szabályozások, ahogy, mert hát a munkaerő az nem zsákmányolható ki a végtelenségig, kell valamilyen időt hagyni a munkaerő újratermelésére is, és azok az országok, ahol ezt megteszik egyébként, azok nem csak termelékenyebbek, mint a magyar gazdaság, hanem ott az emberek tovább élnek és boldogabbak. Nyilván egy ilyen túlhajtott munkásosztályal is el lehet evickélni egy darabig, de annak az lesz a következménye, hogy ezek az emberek, ezek nem érik meg a nyugdíjkorhatárt, vagy ha megérik, akkor 1-2 évig élnek még nyugdíjasként, és meghalnak, ami lehet, hogy egy innen mondott kormány cél egyébként. A másik, hogy ezek az egyéni képviselő indítványok, ezek két nagyon fontos megelőző lépést is megkerülnek a törvényalkotásba, a társadalmi vitát, hát ezt már csak félve mondom ki, mert ez amúgy is általában el szokott Magyarországon maradni. Ez egy bolsevik trükk. Meg a kötelező hatástanulmány készítést, amit a jogalkotási törvény előír. Tehát itt úgy lehet nagyon mélyen beavatkozni a jogba meg a gazdaságba, hogy nem kell fölmérni annak a várható következményeit. Azt lehet mondani, hogy hát bocsánat, de ezek a tisztelt képviselők ma reggel arra ébredtek, hogy ők átalakítják a munkajogot meg a munkaidőszabályozást, és mindenki mossa a kezeit. Így van, János. Így van. Olvassák csak el, mit írsz az én drága barátom ide. Keresztény kormány, keresztény politikus ilyen törvény, nem hogy elő sem jön, meg sem szavaz ilyesmit, meg sem szavazhatna ilyesmit. Azon gondolkodom, ekközben most már folyamatosan, párhuzamosan, hogy tényleg mit veszítene az ellenzék azzal, hogyha mondjuk a parlamenti nyilvánosságot nem használná föl, mert hogy egyébként parlamenti nyilvánosság meg lényegében nincs. Na szóval van mint gondolkodni, mert ez így nem mehet tovább, tényleg. És azért arra hagyj hívjam föl a figyelmet, hogy az, hogy Magyarország, édes jó Istenem, hát itten kilódnak, meg a kormánypárti sajtó megpróbál belpolitikai tőkét kovácsolni abból, hogy tüntetések vannak Franciaországban.
Hölgyeim és uraim, Franciaországban egy ilyen törvényjavaslatért fölgyújtanák a parlamentet. Nem vicc. Igen, hát most Ez... pillanatnyilag ennél jóval kevesebbé áll a bál Én, ott. ha hogyne, hogyne, És hogyne. egyébként mi azt mondjuk magunkról, hogy mi egy szabadságszerető Egy nép kutya vagyunk, szart, meg ezt velünk mondjuk aztán nem mindenfelé. packázhat senki. Persze, Hát persze. szeretném én azt látni. Hát persze, persze. Tényleg szeretném aláhúzni, ezek rabszolgatörvények. A 21. század Európájában, a nyugati kultúrkörben, a keresztény zsidó kultúrkörben azért igazából arról megy a vita, hogy hogyan lehet a bővített újratermelést, egyébként pedig egyre humánusabban, mert ez a konfliktus, és még az összes válság ellenére azért a világnak a jobb helyek ebbe az irányba mennek. Itt most már tényleg teljesen nyilvánvalóan szinte az emberi szabadságok behatárolva a lehető legjobb körülményeket és feltételeket óhatják megteremteni, beszéljünk azért világosan, egyrészt a német autóiparnak, másrészt pedig hát azoknak a befektetőknek, akiknek egyetlen szempont fontos, hogy egy ilyen feldolgozó ipari izébe eljöjjön, mert most már Kína is drága, hölgyeim és uraim, gyermekmunkát megtiltják, hát majd önökből csinálnak gyermeket. A magyar Igen, és hát ugye a munkavállalóról. magyarok elmennek Magyarországról, tehát azt Igen. a Ja, azok meg elmennek. Igen. erőhányadot kell Igen. minél alaposabban kihasználni. Igen. Ez tényleg, én szerintem ez annyiszor, sokszor méltatlanul, meg fölöslegesen dobálódunk olyasmikkel, hogy vörös vonal, meg átléptek egy határt, meg nem tudom. Komolyan mondom, és az érintetteknek figyelmét meg különösen szeretném felhívni. Ez a döntés, ez a 3 évben számolunk el, meg a 300 óra fölötti havi munkaidő, meg az egy darab pihenőnap. Elment magyarok az eszük. Igen, és ez annyi megjegyzést tartozik még, hogy az, hogy hol van a határ, vagy hol van az a bizonyos vörös vonal, azt valójában nem a sajtó mondja meg, Magyarországon nem is a törvények, azt valahogy az emberek döntik el maguk között. Tehát amit hajlandóak lecsúsztatni a torkukon, az lesz, amit meg nem hajlandóak, az nem lesz. Ez jó. Egyébként tényleg most már azt is rendszerszerűnek minősíthetjük, érintettük már. Ugye írjátok egyébként, a közvélemény nem nagyon értesült róla, hogy nehogy félreértés legyen. Gruevski nem csak az elől menekült el, hogy jogerősen közbüntényben 2 évre elítélték, hanem egyébként 4 súlyos eljárás folyik ezen a jó ember ellen, és nem mellékesen szeretném megjegyezni, hogy onnan van a nagyképűség, persze, hogy most már az Orbáni politika már a saját törvényeit, a saját maga által elfogadtatott, áttolt, minősíthetetlen minőségű jogszabályait sem tartja be. Egyszerűen akkor hágja át a törvényességét, a törvényesség határait, amikor akarja, amikor óhajtja, kizárólag, ha vannak még, hát majd meglátjuk, hogy meddig és milyen belső kontrollok működnek. Egyébként bármit megtesznek. Most már szemérmetlenül szeretném elmondani, hogy aki ezt gyakorolja, ezt a funkciót, egyre jobban el fog szemcseredni. Igen, ugye ebben az ügyben is rengeteg mindent magyaráztak már, meg tényleg minden eleme magyarázható valahogy. Egy nem, az, hogy miért nincs az úriember Szerbiába. Maga a kormány minősítette biztonságos harmadik országnak Szerbiát, és amióta ez így van, azóta a biztonságos harmadik országból gyakorlatilag nem fogadunk be senkit. Igen, igen. Tehát én elhiszem, hogy ő neki az élete veszélybe fordult. Én nem. Macedóniába, meg én mindent nem. Elhiszek, pontosan eljöhetett volna a magyar törvények szerint Szerbiáig, és ott pedig tényleg örülnénk, hogy biztonságban van, és együtt vigadnánk vele, de hogy mit keres Magyarországon, az a magyar jogból nem vezethető le. Miklós, én értem az iróniádat. Pusztán csak azért nem vagyok képes ezt ironikusan és humorral felfogni, mert az, hogy áthágja, meghágja, átlépi gondolkodás nélkül nyilvánvaló módon a saját jogszabálya, itt részben ezt is, amit mondtál,
Ez azt jelenti, hogy és ez nem fog megállni, és egyre több alkalommal, ugye hát ez is, amit a Varga kapcsán beszéltünk, ez is azt mutatja, meg amit beszéltünk ugye a munkavállalókat érintő rabszolgatörvények esetében, hát nem lesz megállás. Ennek az a természete, hogy nehogy azt higgyék, hogy most az úgy fog történni, hogy hú, az Isten verje meg, most háromszor csináltunk, hogy jaj, soha többet nem fogunk. Hát dehogy nem, belejönnek. Ezért mindig szerintem minden józan ember mosolyog azon, amikor hallja, hogy majd az Orbán rendszer konszolidálódik. Távol áll ennek a rendszernek a természetétől, ők haladnak egy úton, és mennek tovább rajta egészen addig, amíg valami nagyon kemény falba bele nem ütköznek. Mit ajánlasz nekünk Miklós ezen kívül a mai számból? Hát mindenképpen szeretném a bölcsöde törvényes írásunkra felhívni a figyelmet a negyedik oldalon. Ugye ez is egy ilyen névszava búvópatak, hogy időről időre visszatérünk rá. Ugye hoztak korábban egy jogszabályt, hogy valahány lélekszám fölött egy településen kell lenni bölcsödének, ami egyébként egy viszonylag progresszív előírás lenne, mert hogyha azt akarjuk, hogy a nők egyenrangú munkavállalók legyenek, vagy egyáltalán a családok számára a gyerekvállalás az ne jelentsen akkora egzisztenciális hátrányt, mint amekkorát egyébként jelent, akkor ennek meg kell teremteni a feltételeit például bölcsödék formájába. Az a baj, hogy ezt a feladatot egy tolvonással rátolták az önkormányzatokra, de a finanszírozás természetesen, ahogy ez szokás Magyarországon, nem biztosították hozzá. Így aztán nem létesültek új bölcsödék, és az önkormányzatok pedig menekülnek ettől a feladattól, mint a tűztől, mivel hogy pénzük nincs rá, nem rossz szándékból, hanem azért, mert ahol szegénység van, és szegény maga a település is ott önerőből nem tudják megoldani. Most a kormány tologatja ennek a határidejét, az önkormányzatok, amelyeknek egyébként a döntő többsége fideszes vezetésű, ezt csak így zárójelbe mondom, azok meg igyekeznek úgy tenni, mint hogy ez az előírás nem létezne. Igen, igen, és ráadásul ugye azért, aki bölcsödét épít, az annak a jövővel is kell kalkulálnia. És különösképpen mondjuk a szegény, elszegényezett önkormányzatok esetében ez többszörös mérlegelést igényel. Hát ugye bölcsöde legalább 3 évig. Ráadásul ugye kalkulálni kell a megszülető, vagy meg nem születő gyerekekkel is. Nagyon meleg történet ez valójában, bár én nem hiszem, hogy a kis településeken a legnagyobb probléma ez, mert ott igazából el se tudnak menni. Na, annyit hagyd tegyek mondani, hogy Eszter azt írta, hogy úgyse fog ez a jobb szabály realizálódni, mert nem élet, az élet fölül fogja írni. Még egyszer mondom, különösképpen az egyébként viszonylag jól fizetett, ám de nagyon szigorú munkarendben, és kifejezetten csak puha munkatörvények közé vágyó és viszonylag és relatíve alacsony fizetésért dolgoztatható multi befektetőknek készül ez a jogszabály. Hát nyilvánvaló, hogy a mikrovállalkozások esetében és egyéb helyen hát a munkaerő úgy mozog, ahogy akar, hát ezt ismerjük. No jó, egy nagyon kedves dolgot azért ne felejtsünk már el, ez annyira édes ez a Herceg Zoltán és a Komlóska megállapodása. Igen, ugye az ember nézi a bulvár médiának a műsorát, már aki nézi, és akkor ott abból megtudja, hogy vannak stylistok, és azok telepeket öltöztetnek, hogyha egy röviden foglalom össze, akkor talán ez a dolog lényege, és aztán egyszer csak előugrik valahonnan egy stylist, aki ennél lényegesen értelmesebb dolgokat is csinál, például a kreativitását, meg az ismertségét felhasználja arra, hogy egy egyébként nehéz sorban lévő település bevigyen a köztudatba, és egy kicsit följebb emelje. Mi úgy gondoltuk, hogy ez nyilván nem fordítja meg a Magyarország sorsát ez a történet, de mindenképpen arra érdemes, hogy tudjanak róla az emberek, ki is tettük még a címlapra is. Igen, igen, az az igazság egyébként, a Herceg Zoli tényleg egy kitűnő és közéleti ügyekben is elkötelezett személy. Komloskának azért
jó híre van. Olvassák el a történetet, mert első pillantása megkökkentőnek tűnik, de egy jó néhány ponton tudnak egymásnak segíteni, és itt van egy nagyon fontos mondat, nem tudom kinek a szájából, ugye, hogy tényleg azért azon, szóval a NER-en kívül is van élet, tehát mi, akik nem vagyunk a NER részei, azért ne feledkezzünk meg a saját életünktől, és igyekezzünk a lehetőségek és a körülményekhez képest emberi létformákat találni, és ne hagyjuk magunkat belezuhanni a depresszióba. Össze fog ez a rendszer dőlni, de addigra már addigra azért már kell legyenek olyan közösségek, olyan emberi viszonyok, és amelyek emberhez méltóak, magyar emberhez méltóak, és ne engedjük beszivárogni a mindennapjainkba. Ne váljunk cselekvőképtelenné azért, mert a NER most túlnyomónak mondható. Mi legyen van még, Miklós? Tényleg van egy ilyen tanulsága, hogy nem kell mindennel a politikára válni. A politika nem fogja a mi életünk problémáit megoldani, ezt be kell látni ennyi idő után, inkább sokasítani fogja, viszont mi meg nagyon sok problémát meg tudunk oldani, vagy egymás problémáit enyhíteni, és ki, amit tudott, tegye meg. Így van. Van még valami, ami említsünk meg, anélkül, hogy elolvassuk a Népek helyett a Népszavát? Csak halványan utalnék erre az interpolos történetre, ugye talán emlékeznek rá az újságolvasók, hogy a kínai vezetője az Interpolnak eltűnt, és aztán itt kibontakozott egy csata, hogy ki legyen neki az utódja, és hát Oroszország próbálta minden erővel betolni a saját jelöltjét, amit a világ számos országába dobtak egy házast, tehát Oroszország mondjuk az Interpolt is szereti nem egészen arra használni, amire ezt a szervezetet kitalálták, de végül valamilyen csoda folytán egy dél-koreai jelölt nyert, úgyhogy ilyen apró csodák is történnek azért az életben. Hát igen, azzal együtt, hogy ez inkább gesztus, mert ugye eközben ez az orosz testvér az európai alelnök úgy különben. Na de hát nem az a cél, hogy kirekesztjük egymást nemzetek, hanem az a cél, hogy kooperáljanak. Így van, meg az apró sikereknek is örülni kell. De azért erről a kínairól, hogy elfeledkezik, hogy szóval, na, ugye ez az ember hazament Kínába, az Interpol volt elnöke, aztán azóta se tud róla senki semmit, írt egy levelet, hogy lemond az elnöki posztjáról, valamiféle korrupciós vádat, de hogy éle, halál, és egyébként már tarkólőtték-e, vagy nem, senki nem tudja, a családja Kínában, és el van felejtve. Igen, és a világ úgy tesz, mintha ez a világ legnormálisabb dolga lenne, mondjuk, nem tudom, nyugdíjba ment volna, és békésen keresgéli az utódja. Igen. Miklós, hát köszönöm. Köszönöm. Úgyhogy olvassák a Népszavát, hölgyeim és uraim. Szia Miklós, köszi! Hello. Szervusz, viszont hallásra! Ajjaj, most kaptam egy messenger üzenetet, hogy állandóan kérdezik, hogy Vahorn Andris mikor jön a kötött fogásba. Hallod, Vahorn Andris? Mikor jössz a kötött fogásba? Na, azt hiszem, ha minden igaz, Dévényi Pisti keresi, én nagyon remélem, hogy András előkerül a remete létformájából. Én szeretem a Vahont, meg mindannyian így vagyunk ezzel, már minkitten a kötött fogás környékén. Mit is akartam még mondani? Akartam én még valamit mondani? Igen, a telefonszámot elmondom még egyszer, ha esetleg valakinek. Ja, tudom, hogy mit akartam mondani. Elkezdem most emlegetni. Fél szavakkal már utaltam rá. Majd talán ilyen havi rendszerességgel, mint érintett, hát ilyenkor fontos minden, mint érintett nyuggel, fogok csinálni egy ilyen
némiképpen szolgáltató jellegű műsort. Legközelebb november 30-án, pénteken délután 4 órakor fogunk kezdeni. Hívtam egy szakértőt, úgy hívják a hölgyet, hogy Szatmári Tünde. Ő nem csak az a foglalatoskodik, hogy ilyen nagyokat mond, illetőleg jellemzően ezt nem is szoktam művelni a nyugdíjrendszer jövőjéről, és hogy majd mi lesz a kasszával, és a többi, hanem ismeri a mostani helyzetet, mostani szabályokat, járatos ennek a gyakorlatában, és hát azt csinálja főhivatással, hogy nyugdíj kérelmezők ügyeit bonyolítja, segíti, az elrontott, már elcseszett ügyeket igyekszik helyrehozni, komoly tudással bír és praktikus tapasztalattal, külföldi nyugdíjas ügyekben is, nagyon sok van ám, nagyon sok. No, szóval pénteken 30-án 16 órakor fogjuk az első jeladást megtenni. Ha vannak olyanok, akiknek vannak esetleg kérdései, az küldje el nekem a hivatalos oldal Facebook oldalára, vagy mondjuk Messengeren, akivel vagyok Messenger kapcsolatban, és igyekszem majd a Tündének eljuttatni, és akkor esetleg ilyen egyedi kérdésekre is tudunk, vagy tud ő választ adni. Mondom még egyszer, szakmai kérdések tisztázására vagyunk képesek, vagy ebben tudunk segíteni. Nyugdíjpolitikai ügyeket, azt felejtsék el, hogy most itt üres lesz-e, meg nem lesz üres, meg ki miért nem kapott, meg hogy mi van a kommunista nyugdíja, meg ilyenekkel, sajnos ettől el fogunk tekinteni ezektől a nagyon fontos kérdésektől. Ezt kérdezzék meg mástól. Úgyhogy Tünde a gyakorlat praxis embere, és nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan segíti. Az én nyugdíjamat is ő intézte az a helyzet. És előzetes rettegéseimhez képest én totál be voltam pánikolva, hogy fogom ezt a dolgot intézni, tekintettel arra nem elhanyagolható tényre, hogy én azt a nagyon fontos jó tanácsot megtartottam jó darabig, amit mondtak okos emberek, hogy mindig egy dobozba gyűjtsük azokat a papírokat, amelyek a nyugdíjhoz kellene. De miután én egy népvándorló vagyok, és össze-vissza költöztem az egész életembe, hát miután egy helyen volt, ahogy illik, ahogy azt a Murphy óta tudjuk, ami elvész, ami elveszhet, az el is fog veszni. Hát így aztán egy dobozba, súgy nekem mindenem eltűnt. De tényleg szépen időben, minden különösebb lelki megrázkódtatás nélkül sikerült beleesnem, vagy túlesnem a lehető legjobbkor ezen a procedúrán. Elének be se esett nekem egyébként, hogy én nyugdíjas volnék, vagy leszek, vagy mit tudom én, sose foglalkoztam ezzel. Most, amikor kirúgtak, akkor mondták a kollégáim, hogy hát Sándor, de maga már nyugdíjas. Na, szóval így. Ha nem, hát nem. Akkor elköszönök. Hölgyeim és uraim, egy élmény volt, már most hiányoznak. Szép napot, magyarok. Viszontlátásra holnap reggel.